28. falu ünnepére készül Galgahévíz. 2016. júliusában ismét 3 napon át különféle változatos programokkal várják majd a látogatókat. 8-án este 6 órakor kezdünk pénteken, a pihenő parkban, amit a tavalyi év folyamán adtunk át. Ide várjuk a vendégeinket, ide várjuk azt a delegációt, aki Wilkowiceből érkezik Lengyelországból. A Galgahévízen Szalvatori János atyák tesznek szolgálatot a szent miséken, és ők adják a lelki megújulást számunkra. Így került szóba Lengyelország, és így van a mi szívünkben Lengyelország. Azon kívül elmondható az, hogy a mostani plébánosunk Kristóf Atya Bielsko-Bialába való, és Bielsko-Biała és Wilkowice egymás mellett található Lengyelországba, és ő ajánlotta, hogy van egy ilyen közösség, aki szeretne magyar kapcsolatot, és mi nagy tisztelettel hívtuk őket már közel 4 éve, hogy látogassanak el hozzánk, igazán ismerjük meg egy picit egymás kultúráját, egymás közigazgatását és egymás területét, és hát mostanáig ért ez a dolog, és nagyon jó, hogy megért mindkettőnkbe ez a gondolat, és így most már alá tudtuk ebben az évben írni a testvérkapcsolatokat. Ezt megtettük Lengyelországban, és ezt fogjuk most megtenni itt nálunk majd Galgahévízen. Nagy örömünkre szolgál, hogy a pénteki ünnepünkre elfogadta a meghívást dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr, aki nagy szeretettel fogad ilyen meghívásokat, főleg azokon a településeken, ahol látja, hogy törekvés van, előrehaladás van, és mindent megtesznek azért, hogy élhetőbbé tegyék a környezetüket. Azon kívül számomra ő egy olyan politikus, aki fáradhatatlan, tehát ha mi figyeljük akár sajnálatos árvizeknél, vagy bármilyen katasztrófáknál, de ünnepeknél is, ő az, aki mindig ott van, mindig részt vesz, és folyamatosan teszi azt a munkát, azt a folyamatos ellátást, amit rábízott a kormányunk, és mivel jó kapcsolatban vagyunk, úgy gondoltam, hogy egy ilyen lengyel testvérvárosi kapcsolat aláírásánál, azon kívül egy jó bemutatkozási lehetőség a galgahévízi emberek számára is kormánymegbízott urunknak a beszéde, vagy egyáltalán csak egy-két mondata, amivel tudja lelkesíteni a közösségünket, hogy csak így tovább és haladjunk előre azon a megszokott úton, amit célul tűztünk ki. A testvértelepülési megállapodás aláírását követően a Wilkowicei fúvós zenekar előadására kerül sor, majd az erdélyi Olt-Hévízről érkező kórus énekét hallgathatják meg a vendégek, befejezésül pedig a Csíkszeredai Róla Együttes műsora zárja a péntek esti programokat a pihenőparkban. Szombaton, július 9-én a megszokott menetrend szerint folytatódik majd a rendezvény. Reggel fogjuk kezdeni hajnalba a horgászversennyel, ez most már folyamatosan évek óta megy. A délelőtt folyamán az óvodában lesznek gyermekműsorok, majd délután kezdünk és jubilálunk, mert ebben az évben is jubileumunk van. A nyugdíjas klubunk 30 éves jubileumot ünnepel, és a pávaköre pedig a 25 éves jubileumot. Erre várjuk a vendégeket, az ő vendégeiket, a környező községekből jön Iklad, Bag, Tura, Asszód, Wilkowicéből természetesen, Olt-Hévízről várunk vendégeket, akik köszönteni fogják a nyugdíjasainkat, és ugyanezek a csoportok fognak délután a színpadon szerepelni, valamint viseletbemutatót tartani, és vannak olyan csoportok is, akik részt vesznek a főzőversenyen, ami dél körül indul el, és az esti 7 órai eredményhirdetésen fog eldőlni, hogy a galgamente főétel ízeiben ki a nyertes az idei esztendőben. A főzőversenyeket feltételekkel hirdették meg, vagy szabadon lehet főzni? Szabadon lehet főzni, egyetlen egy kitétele van, hogy galgamenti főétel legyen. A falu ünnep alkalmából minden évben hálaadó szentmisére várják a híveket. A szertartást idén este 7 órától a Sződligeten szolgáló Urbanik György, a gyergyóditrói Baróti László plébánossal közösen mutatja be. Ez alkalomból a Csíkszeredai Róla Együttes közreműködése teszi még ünnepélyesebbé a hálaadást. A 28. galgahévízi falu ünnepre tehát a lengyelországi Wilkowice település mellett az erdélyi Csíkszeredáról, Olt-Hévízről és Gyergyóditróról is érkeznek majd vendégek. Talán ez már akár nemzetközi falu ünnep. Igen, azt hiszem, hogy ezt is mondhatjuk, főleg, hogyha még hozzávennénk azokat a testvérkapcsolatainkat, akik ugye egy kicsit északabbra vannak tőlünk. Nyilvánvalóan érkeznek új vendégek, ők abból kifolyólag érkeznek hozzánk, hogy ugye Galgahévízen van egy motocross csapat, akik nagy szeretettel járnak ki Erdélybe, és ezzel a Gyergyó ditrói atyával ismerkedtek meg, ő szokott számukra lelki felüdülést adni kint Erdélybe, és úgy gondoltuk, hogy az ő kérésüket figyelembe véve megtiszteljük őket, és meghívjuk őket ide Galgahévízre, erre az ünnepre. Az esti órákba mire invitálják a vendégeket? Este a Virtus táncegyüttes fog egy táncszínházi produkciót bemutatni a színpadon, majd egy operettórás műsorunk lesz, ahol a barátaink fognak operetterőadást tartani, és azután pedig lesz egy bál, amelyet Maszlak Zsolt és zenekara fog levezényelni. Ez egy kicsit újdonság, de Galgahévíz szülötte, és úgy gondoljuk, hogy mivel minden évben azt próbáljuk itt bebizonyítani és megmutatni a külsőknek, hogy a civil szervezet és a Galgahévízről elszármazottakat próbáljuk szerepeltetni, hát ebben az évben is így lesz, és sikeres lesz remélem a szombat esténk. A falu ünnep vasárnapjára, július 10-ére is számos programmal várják majd a vendégeket. Egy kis változás lesz a vasárnapi programmal kapcsolatosan, mert mint eddig kint a fotballpályán tartottuk meg ezt a napot. Kivételesen csak a sportrendezvények lesznek kint megtartva a focipálya körül, és minden egyéb műsor benn marad itt a Götztéren, mint szombaton, mint vasárnap, ahol a modernebb és a modernebb táncokat, a modernebb zenéket és a modernebb bemutatókat tartjuk meg. Ilyenek lesznek itt azért még emellett a megszokott lovas bemutató, a népi játékok bemutatója és rendezése, és egyéb ilyen házi jellegű programok, és elmaradhatatlan most már a Galgahévíz Szeretlek műsor, ahová várjuk a jelenkezőket, galgahévízieket, és hogyha valaki felkészül Galgahévíz történetéből, történelméből, akkor ők is szerepelhetnek ebben a vetélkedőben. Látunk mi még itt a programsorozatban egy parasztolimpia elnevezésű programot, ez miről szól? Hát ez tulajdonképpen az ősi népi játékoknak az egyik olimpiája, ahol itt a népművészeink kitaláltak egy folyamatosságot, különböző vetélkedőkön kell részt venni, ez teljes mértékben hozzátartozik a népi játékokhoz, ez akár lehet karika kísérőverseny, vagy éppen patkóemelés. Vasárnap este pedig Csór Eszter és zenekarának báljával zárul majd a rendezvény. Ha megtekintjük a péntek estél kezdődő programokat, melyek vasárnap este zárulnak, akkor milyen arányban vesznek ebbe részt galgahévíziek, és többségében melyik korosztály? Ha a pénteket veszem, és egy kicsit a komolyabb zene felé érdeklődő irányzatot, akkor az megtalálja ott pénteken este a koncerten azt, amit ő szeretne. Szombat reggeltől az óvodások, iskolások vetélkedőkön vehetnek részt, játszóházakban vehetnek részt. A délutáni programokon itt vannak azért a középkorosztály és az idősebb korosztály, hiszen őket ünnepeljük mindenféleképpen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből Galgahévíz korosztály különbség nélkül részt tud venni, és hát nyilvánvalóan nagy szeretettel várjuk a környező településekről is az érdeklődőket, és szívesen vehetnek részt velünk együtt ezen az ünnepen, és egyben invitálom is őket erre a 3 napra, tehát 8-án, 9-én és 10-én itt Galgahévízen találkozunk ismét, nem először 28-adjára.